A 20. század közepétől ez idáig annyi paradigmaváltáson esett át az emberiség, mint az azelőtti 2000 évben. Egy emberöltő alatt született meg a rádió mellett a televízió, hálózta be a világot a telefon, és ámult az emberiség az űrbelépésen. Sci-fiket olvasgatva, fantáziánk nem szabadult el olyannyira, hogy sejtettük volna, milyen is lesz ez a digitális világ az internettel és olyan mobiltelefonokkal, amikkel akár rakétaindító programot is kezelhetünk. Egy generációváltás alatt avulnak el tanult ismereteink, nem tudjuk, nem érthetjük már a legkisebbek velük született kommunikációját. Maga az ember változik meg robbanásszerűen ebben az eszeveszett iramban. Hiába változik, gyarapodik a tudásunk, nem kerülünk közelebb az emberiség nagy, megválaszolandó kérdéseinek tisztázásához. Épp a felfoghatatlan gyors változások miatt. Egyes filozófusok szerint ezért jelenthető ki, hogy nincs fejlődés. Csak kényelmesebben élünk. Teszem hozzá, az eddigi világunk pusztítása árán. Példának okáért alig maradt Európában 10 négyzetkilométernyi összefüggő vad természeti környezet. Felvidéken, a káposztafalmi karsztban, ahogy Szlovákiában nevezik, a szlovák paradicsomban is alig akad olyan hely, ahonnan 10 km túrázva légvonalban ne érnénk ember által alakított környezetbe. A kijelölt ösvényen menve tettem körtúrát a Szuha belaszúrtomban. Egyedülálló szépsége, a vízesések monumentalitása hozza ki belőlem a filozófikus gondolatokat. Talán, mert ezek a valamennyire érintetlennek számító természeti helyek az utolsó templomok. Azon helyek, ahol a teremtés mindenhatósága, a természet ereje és az ember helye abban a valós relációban kezelhető, ahogy azt a teremtő gondolhatta. Nem nehéz túra. Inkább mozgáskoordináltságot, mint fizikális erőt igényel. A városi, digitál puhány virtuál életet élőknek feladja a leckét. Azért a nyugati országok jóléti 70-es nyugdíjasai úgy szökelnek a sziklákon, mint a zergék. Sok turista járja a környéket. Beszélgettem velük, nem vagyok egyedül, ők is hasonlókat gondolnak, ezért mertem megosztani önökkel gondolataimat. De
Nem, Gyegyinkinél van Gyegyinkinél. Az Eimár szakadék. Van egy olyan második világháborúban a németek felrobbantottak egy gátat, és ott elvitte az egész falut, elöntötte a víz, és akkor ott van egy túl. Szeretem. Na, mindegy, én hoztam még egy pulóvert, rajtam van kérlek szépen egy ing, az alatt egy póló, pulóver, még egy pulóver, mert azért csak május van. Biztos, ami biztos. Tavaly pont ilyenkor, emlékszel, esett a hó? Hát reggel lejöttünk, aztán befagyott a gyűrűbe a... Kemény. Zsinók. Kemény helyez. Tripla bubis felszerelés. Mennyire süllyed ez a zsinór? Maximális. Maximális, abszolút süllyedő. Ez pedig egy floating, azaz egy úszó zsinór, amin viszont ilyen kis pici kis lárva utánzatok így vannak. Így kis lárvák. Egy tojáslopó piócával egyetlen egyel ellátva. Dugd össze a botodat rendesen itt. Ja, jó, igazad van. Ha rám hallgatsz. De miért nem maradsz ott? Ja, igen, ne maradj, emelgess csak te. Hogy fogunk elférni, és hogy fogunk tudni dobálózni. Így kell csinálni, hogy te... Ez az eleje a csónaknak, ugye? Ez? Igen, ez. Az az eleje, igen. Akkor az a táska elvileg ott olyan nagyon nem fog ázni. Viszont az előkém az nagyon hosszú. Na, próbálom nem kicsapni a szemedet, jó? Megnézzünk egy fekete sárga fejűt. Sárga szemű? Hát a feje, gülű szemű. A szeme fekete. De azt tudod, hogy ezt nem egyenletesen kellene húzni itt rollingolva. Ennek az a lényege, hogy amikor nem húzod, akkor így felemelkedik, és ilyen cikk-cag alakban megy. Nem így. Mondod. Így. Nem mondod. De hogyha egyenletesen húzod, akkor hogy tudod ezt a cikk-cag mozgást megcsinálni? Hm? Úgy tudod megcsinálni ezt a cikk-cag mozgást, hogy néha emelgeted a botot. De miért mondod cikk-cag mozgásnak, amikor az farkas fogas magyarul? Ennyire fent volnának? Uh-huh. Egy szákot esetleg? Na Ferikém, tessék! Egészségedre! Na már ki is vette a szájából egyébként ezt a tojáslopó piócát. Nézd, Ferikém! Egy szép kis nyurga. Majd nem pontyvája. Nagyon szép. Nagyon szép. Aranyos. Ugye? Nekem milyen tetszik a szivárvány. Milyen érdekes a szemenek. Ez ilyen kis fickándozós fajta. Hoppá, ez egy orsó volt, de nem kell. Na, de most ez nem egy kamedi, ez próbáljuk meg egy kicsit komolyabban venni pedig. Nem, ezt itt fárasztani kell, itt nincs mese. Tehát lehet erőltetni, de akkor elviszi a legyemet, és ebből ez az egy van. Jó van, most már elég lesz, kérlek szépen. Így van. Mutatom neked, hogy egy nagyobb halasz hogy néz ki. Na, ekkorát én is fogtam. Jaj, de szép vagy! Jaj, de jön felém, te! Ezt mondtam neked. És emlegetni kellett, nézd csak! Mi ez, combó? Sebes. Sebes? Haha, kis sebes pisztrángot is látunk, Feri.
Nagyon azt mondtad, hogy az idén még nem fogtál, éppen beszéltük, és be is jelentkezett a kis, nagyon kis pici bálcerre. Mit evett meg? Ezt tette meg. Mondtam neked, hogy az is ezt jó. Ezt a kis pici lárólótázatot. Nagyon jó. Egyen meg. Na menjél vissza szépen. Őt nagyon megkíméljük ám. És elindulunk a parttal párhuzamosan. Hát már ki is ütötte a szájából a badzert. Hoppá! Bárd, meg csak tönkreteszed a holgászból, de van. Igen? Mhm. Nézd meg, Feri. Ez egy nagyon hatalmas. Ez már finom, nem? Ez már finom. Nem csak a melegebb időkben érdemes a káposztafalvi karsztot járni, a vérbeli horgásznak a téli hónapok is szezonnak számítanak. Emlékeztem, hogy a Dedinki tározótól, azaz Imrik falvától nem is olyan messze ridegtartásban élnek skótfelföldi marhák. Vajon azok a kis borjak mekkorát nőttek? Volt-e jó ellés tavasszal? Megtaláltam a gulyát. Méltóságos és nyugalommal teli hangulat. Arany János zseniálisan írja le ezt, amire a kamera nem képes. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek, a gazdasszony épp az imént fejé meg. Csendesen kérődzik igen jámbor fajta, pedig éhes borja, nagyokat döf rajta. Ez már a Sajó, a folyó rozsnyó alatti szakasza, ahol eddig még nem horgáztam. Pláne nem úsztatva, tudják, klasszikus centrepinósos felszereléssel, ahogy szeretem. Igaz, szabályozott meder, aszfaltos országút mögöttem, suhanó autók, de legalább nincs agyon telepítve, örülhet a horgász, ha fog valami nyúlfarknyi halat. Titkon, domolykóban reménykedtem. Őszintén szólva, nem is igazán figyeltem a tovasodródó úszót. Azon töprengtem, hogy menjek-e át inkább Dobsinára, a szivárványos pisztrángokkal gazdagon telepített völgyzárógátastóra. Ott legalább nem zúrnak mögöttem az autók, végül is győz a horgász szenvedély, és elfogadjuk a mesterségest, a művit. Mentségemre szólva, a tavi horgászat, a partszélről való legyezés igencsak nehéz műfaj.
Hát te mi vagy? Kissebes! Kissebes pisztránk! Máli potocsna! Majoros Péter barátommal csak ketten lengettünk az erős szélben, mert a legyező horgász fő ellensége a szél. Ráadásul érdemes hosszúkat dobni egy nehéz trimmert, hogy üldözőbe vegye a nagy ragadozó pisztráng, vagy több nedves legyet, pióca utánzatot. Igazán fáradtságos horgászat. Másnapra hagytuk a javát. Három légy. Azt a mindenit. Tri muska. Tri. Isten, mi palicska. Aha. Azt. A pálcikáig menjünk be? Na. Jézus már. És kapor nincs benne? Nincsen kapor. Nincsen. Hopp, megvan! Az... Pekne! Középsőre! Dve, nymf! Druhá! Pakomár! Pakomár! Pakomára! Itt a pakomára! Ott van az a kis szárnya, hogy száll fel a rovar, és a tetén ott van az a kis vattaszerű, az lenne a kikelő rovarnak a szárnya, hogy jön fel a víz alól. De szabadítsuk meg ezt a halat. Hoppá! Hello! Ah, pici! Ah. Spadol, maličky bol. Pakomára! Megint! No. Az jó, Pakomár! Ez egy kész sál költemény, amit én is kötöttem. Nem három légy, hanem észnél légy. Lehet, hogy itt nagy sándori megoldás lesz. Ez lehetetlen kigubancolni. A szél pont úgy fúj bele, mint hogy a kapásom lenne. De lehet, hogy van is. Aha, ezért kapott ez máshogy? No. Sügér! Osztrés! Ez az osztri? Osztrés. Na, én meg azt hittem, hogy osztriga. Erről beszél, hogy a sügerek is játszanak itt ezzel a dologgal. Nem is kicsi sügér, szép. A szél olyan szinten megkeserítette a parti legyező horgászatot, hogy néhány hal után inkább csónakba szálltam a dedinki tározón. Szeretem a tavi legyezést, és különösen szeretem a dedinki tározót, ami legyes világbajnokságnak is adott már otthont. A megfelelő dobástechnikával rendelkező kezdő legyeseknek és pergetőknek is csak ajánlani tudom a tavat, igaz, elsőnek érdemes a tározót ismerő kísérővel együtt pisztrángozni.
Megvan. Betelepült, azért nagy örömet tud okozni, vagy szerezni. Elős, szeretem a sziválonyos pisztrángot, itt a helye, nagy tavakban, miért ne? Ne tiltsuk ki őket. Ne menjenek sehová, maradjanak a képernyő előtt, hamarosan folytatjuk. A következő részben tovább barangolok a csodás vidéken. Persze, tavilegyezés is lesz, úgy partról, mint csónakból. Bemutatjuk Szepesvárát, sőt, most először úsztatunk Pisztrángba.